Összegezzük a 2018-as esztendő legfontosabb történéseit, eseményeit. Szeretettel köszöntöm a műsorban Lázár Imrét, a Rózsavölgy Egyesület elnökét. Köszönöm, hogy eljött. Nekem is nagy megtiszteltetés, és boldog új esztendőt kívánok a nézőknek, kerület lakosainak. Emeljünk ki. Promontor TV-nek az újjászületés reményében. Köszönjük szépen. Emeljünk ki egy-két fontosabb programot az Egyesület életéből, a tavalyi esztendőből. Milyen programokat szerveztek, milyen látogatottsággal működtek ezek a programok? Egy jubileumi esztendőnk volt, úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy egy nagyon gazdag programmal lepettük meg a völgy lakosait. 25 éve nyitottuk meg a közösségi házat, és hát minden akkori eltervezett célunk működik, ez nagyon nagy öröm, tehát a legapróbbaktól a nyugdíjasokig minden eltervezett programunk gazdag kínálatot nyújt, tehát a kerekítő, a ringató, ezek a kisbaba, kismama programok, ezek nagyon nagy népszerűségnek örvendenek, és utána a következő nemzedék mindjárt az aprók táncát látogatja, ugye Madárdal zenekarral, a Budafokos Baranta együttesünk, vagy közösségünk pedig a kamaszoknak, serdülőknek nyújt testedzést, kulturális lehetőségeket, egy hihetetlen gazdag program. De hát én azt mondom, hogy egyfelől az ifjúságnak szánt programjaink is nagyon sikeresek és folytonosak, tehát most már 10 éves múltra tekint nem egy programunk vissza, másrészt a nyugdíjasok számára talán a legaktívabb körünk a nyugdíjas kör keddenként, és az ő testépítő vagy életminőségjavító programjaik is nagyon sikeresek. A nyugdíjas pingpong klubunk az egész megrendítő élet szeretetet mutat, tehát nagyon látogatott és fantasztikus. A Meridian tornánk is, az időseknek szánt joga programunk is látogatott, és én azt hiszem, hogy ez egy egészen kivételes kincsünk, hogy Buda Ilonka, aki most nyerte el a ugye, nemzetművésze címet, Kossuth Díjas népdal énekesünk, ő vezeti a pávakörünket, a népdal közösségünket, szintén nyugdíjas kör. Tehát én azt mondom, hogy a legapróbbaknak és a szépkorúaknak nyújtja a leggazdagabb programjait az Egyesület. Ez nagyon nagy öröm nekünk. A közösségnek szánt programjainkat illeti, az is egy nagyon gazdag év volt, tehát nagyon gazdag volt a galéria kínálatunk. Szinte havonta érték egymást a egyébként jubileumi születésnapi bemutató Kamarás Katának az ünnepi kiállítása, ilyen volt Balog Editnek, ilyen volt Halácsi Máriának, ilyen volt sajnos szomorú alkalmakra is összegyűlt a galéria, mert az organikus művészeti évről évre megrendezett kiállításunk most olyanokat gyászott, mint Makoldi Sándor vagy Tilles Béla, és egy szép emelkedett alkalom volt, és egy nagyon gazdag kiállítást rendezett kurátorként ifjú Durkó Zsolt. És hát közkedvelt és teltházas programjaink a Rózsavölgyi Esték, amelyeken most vendégünk volt a Mátyás Év jóvoltából Szántai Lajos két előadás erejéig. Fontos, ugye választások voltak az idén, tehát a közéleti programjaink is izgalmasak voltak Bogár Lászlóval vagy Borosbánk Leventével, és hát ennek a sorozatnak a keretében volt vendégünk a Református Egyetem, Károli Gáspár Református Egyetem volt dékánya Raffai Ernő, és talán nem kell bemutatnom kerületünk kimagasló munkásságú művészét, Eperjes Károly is vendégünk volt a Rózsavölgy Esték keretében. Ezek folytatódnak ebben az esztendőben is? Tehát lesznek Rózsavölgyi Esték, lesznek kiállítások, esetleg egy-két fixebb programot már el tud mondani a nézőinknek? Folytatódik minden programunk, tehát az a csoda, hogy ezek tulajdonképpen önjáró közösségek, tehát a kismama, baba-mama körünkre is úgy tudunk gondolni, mint egy nagyon kreatív közösségre, amelyik újra és újra megújítja a saját kínálatát. Tehát ezek a gyerekmondókák, népdalanyagok annyira izgalmasak, hogy,
hogy arra gondoltunk, hogy egy folyamatos rádióprogramot is közvetítünk majd a Károly Gáspár Egyetemnek a rádióján, és ez az együttműködés az egyik nagy újítása a jövendő évnek, hogy bizonyos programokat föl fogunk venni, ezekből már most készült a múlt évben, ugye van egy nagyon szoros együttműködésünk az ifjúsági Mozart ifjúsági zenekarral, a kerület egyik kiemelkedő művészközösségével, akik több koncertet adtak nekünk, és a karmesterük, ugye Horthy művész úr, egy fantasztikus, tematikus sorozattal lepett meg bennünket, ami azt jelenti, hogy ezeket a zsoltárokról szóló, vagy a Mária kultuszról szóló tematikus koncertélménnyel elegyített előadásait is közzé fogjuk tenni a rádiónkban, az egyetemi rádiónkban, és hát ez a sorozat folytatódik. Most Horthy Gábornak erre a fél évre és az őszre is várjuk az előadásait, és ezeket is rádióműsorként fogjuk közvetíteni. A Rózsahölgy esték az megy tovább, hiszen minden aktuális, ugye Drábik Jánost készülünk meghívni, ugye most zajlik egy nagyon erős sajtóvita, Szakács Árpád is az egyik várható vendégünk lesz, aki ugye a mostan zajló kulturális küzdelmek dinamikájába világíthat bele, és hát még Papp Gábort is várjuk, ugye éppen nem miatt a hagyományprogram miatt érdekes nekünk az ő munkássága. Mikor lesz a következő, akár kiállítás, megnyitó, tehát ezt már lehet tudni? A január mindig az alapozás ideje, sok minden megvan, tehát lényegében ami állandó programunk, tehát a Spárga Együttesnek a farsangi programja, ugye az február elején várható, illetve kijelölt ideje megvan már február első hétvégéje. Szándékaink szerint a helyi fiatalabb művészek bemutatására készülünk most, tehát egy más profilja lesz az idei galéria programnak, de ugyanúgy lesz organikus képzőművészeti kiállítás is. Minden információ elérhető az Egyesületnek. Mert minden elérhető a blogon, és mindent időben közé teszünk, hogy kérjük, hogy figyeljenek bennünket, és szeretettel várunk mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm, és még egyszer boldog új esztendőt kívánok.